Idén május elején feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat, és engedélyezetté vált ismét a nyílt baromfitartás. Mint ismert, a madárinfluenza járvány Magyarországon először Békés megyében jelent meg 2016. novemberében, és azóta óriási károkat szenvedett el az ágazat. A fertőző és gyors elhullást okozó betegség terjedése miatt majdnem 3 millió baromfi veszett oda, de közvetlen károkat szenvedtek el a feldolgozó üzemek is. A legjelentősebb kár nem az állattenyésztők körében keletkezett, hanem a feldolgozóiparban, és ezt a kárt jelenleg még nem térítették meg. Tárgyalások folynak róla, nem a magyar kormányon múlik egyébként, mert a magyar kormány oldaláról pozitív a hozzáállás, hanem mindösszesen arról van szó, hogy az Európai Unióval mindent ratifikáltatni kell, és a unió malmai lassan őrölnek, és ez akár még egy évig is eltarthat. Az 1075 hazai állattartó telep számára a Magyar Államkincstár május végén 1,31 milliárd forint támogatást fizetett kikártalanítás címén, de összességében több mint 10 milliárd forintra becsülik a károkat a baromfi ágazatban. Több megyében embereket is el kellett küldeni a feldolgozó üzemekből. A korlátozások feloldásával 3 hónap múlva visszatérhet a magyar baromfi a külföldi piacokra, de ha csak a türelmi időszakban nem találnak madárinfluenzára utaló gyanús eseteket. A feldolgozókon továbbra is nagy a nyomás a jelentős exportkiesés miatt, attól tartanak, hogy például az ázsiai, dél-afrikai vagy japán piacokra nem térhetnek vissza ugyanolyan exportmennyiséggel. Heti szinten több száz tonna áru. Ennyi ment korábban Európán kívüli országokba Magyarországról. Ide erre a piacra lehet visszatérnünk, de még egyszer mondom, egy olyan helyzet után, amikor 9 hónapig valaki nem szállít, nem számolok azzal, hogy azonnal ezt a több száz tonnás piacot egy az egybe visszakapjuk. Tehát biztos, hogy az a vevő, akinek eddig valahonnan máshonnan kellett ezt az árut megvenni, óvatosan fogja visszafogadni a magyar termékeket. Az elmúlt 8 hónapban szinte eltűnt a kereskedelmi forgalomból a liba és a kacsahús, mert a tenyészállatokat is le kellett vágni. 2017 negyedik negyedévében normalizálódhat a vízi szárnyas létszám.